A Vármegyeháza nagy termében gyűltek össze a Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság tagjai, hogy elsőként megkoszorúzzák a költő politikus mellszobrát, majd előadásokkal és a középiskolásoknak hirdetett irodalmi pályázat eredmény hirdetésével folytatódott a Szent György napi emlékülés. Miután nem tudjuk pontosan Bessenyei születésének a dátumát, napra pontosan, ezért a névnapot választották ki elődeim, hogy György nap környékén emlékezzünk meg Bessenyei Györgyről. Miután a társaságunk irodalmi és művelődési társaság, nyilván az irodalom hangsúlyos szerepet kap, de ebben az évben több jeles évforduló is van, olyan évforduló, amely részben megyénkhez kötődik, gondolok itt Kölcsei himnuszára, amelynek ugye kerek évfordulója van a megszületésének, de ugyanezt elmondhatom Petőfiről, Madácsról, és ennek apropóján írtunk ki egy pályázatot középiskolás diákoknak. A pályázat eredmény hirdetése is most ez alkalommal fog megtörténni. Hogyan értelmezi manapság egy fiatal a 100 évekkel ezelőtt élt elődeink életművét, munkásságát? Ez volt a témája az irodalmi pályázatnak. Az esszék az említett Kölcsei, Petőfi és Madácsféle irodalmat értékelték. A leveleki Gárdonyi Géza általános iskolából érkezett a nyíregyházi Kossuth gimnáziumba a győztes, aki magyar tanár édesanyjával egy este végigbeszélte a témamondatot, a gondolatokat, majd eljutott az összegzésig. Az volt a fejemben, hogy felevenítenem kell Petőfi Sándornak a munkásságait, és így kapcsolódik a cím is egyébként, Petőfi a forradalmár, mert Petőfi vérében, ha megnézzük, akkor bele volt kódolva az, hogy ő tüzön-vizen átment a népért, és a hazáért, tehát bele volt kódolva konkrétan a hazaszeretet, és erről írtam volna, erről szólt igazából a pályázatom. Nem csak a megye, hanem az egész magyar nemzet számára fontos a himnusz születésének 200. évfordulója. Köszöntötte a Bessenyei Társaság és a társszervezetek tagjait, illetve Tisza Berccel polgármesterét, Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke. Jó érzéssel tölt el, hogy ilyen sokan eladózunk így György napkor, hiszen ma van éppen György nap, Bessenyei György emlékének. Ez a terem 2007-től viseli az ő nevét, addig egyszerűen nagy teremnek hívtuk, és akkor egy névadási ünnepség keretében átneveztük, vagy illetve elneveztük Bessenyei Györgyről, hiszen éppen egy kerek évforduló volt 2007-ben is, és ezt az alkalmat láttuk annak, hogyha már Kölcseinek szobrál a Vármegyeház előtt, akkor Bessenyei nagysága, emberi, művészi, irodalmi nagysága előtt is ezzel a névadással tiszteleljük. A köszöntő után dr. Dámné, dr. Rácz Magdolna, a Józs András Múzeum irodalmi munkatársa és dr. Kis Kálmán, a Nyíregyházi Egyetem tanára idézett fel pillanatképeket Kölcsei életéről, illetve Petőfi Szatmári jelenlétéről. A Muzsika Zeneiskola gitáros növendékei színesítették a délutáni programot. A társaság az emlékülés végén megkoszorúzta Bessenyei György szobrát a Bessenyei téren, és megállapodtak abban, hogy májusban látogatást tesznek a közelmúltban megnyitott görögkatolikus múzeumban.